két komoly vonat állt tehát össze. Vannak beljebb kicsit a Micheltonosok, gyaníthatóan az ő környékükön van a sárga trikós is. Filutás is most egy picit hátrébb, mert nagyon nézelednek azért a Micheltonnál, hogy mi is a helyzet. Hol a főnök? Hozzák Moschettit is a trackből. Ott érkezik talán. Öt kilométer közben már csak vissza. De a track is becsülettel küzd, mindig ilyen 5 kilométerrel a vége előtt feltűnik, és akkor már abban gondolkodik az ember, hogy esetleg valóban Moschetti odaférhet. Eddig még ez nem történt meg. Nem tudom, váltanak esetleg Lipinsre ma. De valóban Einhorn is nagyon-nagyon jó felvezetést kap ma. Marecskó is rendben. Ugye, utolsó szakasz, a holnapi előtt ugye, ami már hegyi szakasz, ott már a sprintereknek nem osztanak lapot. Ugye, nekik nagyjából máig szól a verseny. Igen. Úgyhogy itt minden csapat még utoljára összeszorítja a fogát, és megpróbálja helyzetbe hozni az emberét. Nincs ott az első húzban a sárga trikós. Én sem látom. Nagyon a mezőny közepén. Igen. Egyébként a lehető legrosszabb helyen, mert ha bukás van, akkor ott pont a derék hatban van benne Groves. Tehát majd előrébb jön, ha akar. David van der Poel csapata, az Alpecin Phoenix is jön előre. Százötössel figyelhetjük Van der Poelt, aki a legjobb sprinter ennek az